Most egy picit kijöttünk a természetbe, ugyanis a muskátlikról lesz szó, aminek egyébként Csuti nagyon örülne, mert hogy imádja őket, de sajnos különböző okokból kifolyólag most nem tud itt lenni, hamarosan nézőink is megtudják, hogy miért nem. Na de Eszter, beszélgessünk egy picit, szia! Milyen féle muskátlik vannak? Mert úgy látom, hogy itt azért hát egy jó 3-4 féle biztosan igen, van. Igen, igen, igen. A legfontosabb, mint a legtöbben ismernek, az álló muskátli, ebből is főleg a pirosat szokták ismerni. Álló? Álló muskátli, igen, így szokták hívni. Azért, mert ha megnézel egy-egy tövet, akkor fölfelé törekvőek a hajtásai, mindjárt kiszedek, hogy olyan sűrűek. Jó. Tehát fölfelé törekvőek a hajtásai, nagyjából egy ilyen 40-50 centire tud megnőni, és bokrosodik még, és ilyen szép nagy fejűek. Itt alul hozza a kis apró virágokat, apró bimbókat, és fölül is folyamatosan ontja a virágokat, ez a legnépszerűbb fajta. És ebből igen, nekem ez a sima muskátli. Ez a sima eddig muskátli. Ez volt, de most már tudjuk, igen, hogy álló muskátli. Sima muskátliból nézve van egy csomóféle szín, van ilyen egészen ilyen élénk rózsaszín, van ilyen, nem tudom, jajpiros, vagy minek nevezem. Hát jajpiros, nem tudom, tehát én igazán piros. És van belőle fehér, mindenféle színben. Ők nagyjából egy 60-as balkonládába 3 darabot lehet beültetni körülbelül belőle, ez az általánosan elterjedt balkonláda méret. És lehet mellé rakni például, amit nem annyian tudnak, szúnyogriasztós növényt, ennek szúnyogriasztó hatást tulajdonítanak, és lefelé folyik, akár 1,5 métert is le tud folyni, és így gyönyörű lesz tőle a balkon, tehát nem csak az álló részt látjuk, hanem még lefelé is mutatós. Ebből egyébként lárnak. Mennyit érdemes rakni, mondjuk egy ilyen? Mondjuk egy ilyenbe 2-2 a két szélére. Kettőt. Igen, igen, igen. Vagy lehet, hogyha nincs olyan sok helyünk, vagy nem akarjuk, hogy lefusson, akkor mézvirágot is lehet mellé rakni. Mézvirág az elbokrosodik, van egy kicsi méz illata, hogyha megszagolod. Tényleg van. Tényleg van? Tényleg és van. Egész nyáron ontja a kis apró virágait, és nagyon jó kiegészítője, feldobja, bármilyen színt választunk, a pirosat, a rózsaszín, bármelyikhez ezeket jól mutat. Ezeket egyébként egybe is lehet ültetni akár? Igen, tehát, igen. Hogy egy balkonládába. Igen. Igen. Na, most már nagyon szakértő igen, leszek itt de a végére. Mondjuk van, aki kiülteti a kertben. Tehát azt is lehetséges. Ültetéskor arra kell figyelni, hogy nagyon szereti a tápanyagokat. Tehát vagy marhatrágyát keverünk az ültetőföldbe, vagy pedig különböző folyékony tápoldatokat kell neki adni, és akkor nagyon szép zöld színe marad. Aha. Szuper. Na menjünk tovább. Menjünk milyen tovább. Féle a következő mondjuk a félfutó muskátli. Ezek mindenféle színben léteznek, főleg inkább a rózsaszínes árnyalatokban. Látod, van ilyen círmos színű, fehér, rózsaszín, mindenféle fajta belőle. Ők egy ilyen 40-50 centit lógnak majd le. Elindulnak először fölfelé, és utána lehajolnak a száraik, és 40-50 centit lefelé futnak. Aha. Ez olyan helyre jó, ahol mondjuk nem annyira szeles az erkély, mert különben letörnek azért a virágok, és napra, mindenképpen napra valóak. Félárnyékban is megjelennek, de nem virágoznak annyit, úgyhogy ők ilyen helyre valók. És van még a tipikus tiroli muskátli, vagy futó muskátli. Ez az, amit láthatsz mondjuk az osztrák ablakokban mindig gyönyörűen lefutni, és akár 80 centit, 1 métert is le tudnak futni, apró piros virágaik vannak, vagy rózsaszín, de ilyen szimpla virágúak általában. És látod, a szára ilyen egészen ilyen hosszúkás, ilyen világos színűek, és ott lenyúlnak 1 méter hosszan. Más egy kicsit. Tehát ez is futó. Félfutó, úgy hívják, ők olyan 40 centit tudnak, ők már akkor 80 centi 1 métert is le tudnak, ők pedig az álló muskátlik. Tehát ő nem fut sehova, ő ott marad. Igen, igen. Értem. A muskátlik egy nyári növények, melyek tavasztól októberig ontják a virágokat. Nagy melegben 2 naponta meg kell locsolni őket, és folyamatosan tápoldatozni. Ezeknél a növényeknél egyébként előfordul, hogy valamilyen betegség megtámadja mondjuk a növényeket, vagy igen, nem hát, mint tudom, minden élőlény élettartam. Igen, mint minden élőlényt meg tudnak támadni, ezért is fontos, hogy jól tartsuk a növényeinket, tehát hogyha folyamatosan jó a vízellátás, tápot is kapnak, akkor ellenállóbbakká válnak a növények. De nagyon gyakran előfordul mondjuk levéltető, levéltripsz vagy muskátli rozsda. Ezek ellen lehet védekezni vegyszerekkel, de aki nem szeretne vegyszert használni, mert mondjuk nem tudom, a bio dolgokat szereti, az például próbálhatja azt, hogy közéjük mondjuk büdöskét ültet, a büdöskének rovarriasztó hatása van, ennek se kellemes az illet.
illetet. Ezt nem is akartam megszagolni. Igen. A szebb neve az, hogy bársonyvirág, de igazából a büdöske a legelterjedtebb névre, és ő például levélriasztó, levéltetű riasztó hatása van. És akkor ez lényegében úgy néz ki, hogy ezt is közéülteted akár. Közéülteted a sorba, és akkor, Lehet ezt így vegyíteni is, ugye, vagy ez a szúnyogriasztó, igen, és akkor igazából így minden oldalról megvédi a virágokat. Az azért is jó, mert akkor van lefelé csüngő rész, van magasabb rész, alacsonyabb rész, és akkor egy teljes kompozíciót lehet belőle összeállítani. Na hát ez már teljesen profiknak van.